Uram, ha maga nem dohányzik, nem hagyja éve a villanyt és nem horkol, akkor tulajdonképpen mit csinál? Tudni szeretnék. Igen, mert biztos, hogy csinál valamit, csak még nem tudom, hogy mit, és ez engem nagyon idegesít, és nem tudok tőle aludni. A Csiky Gergely Színház kezdeményezése Tolnára is eljutott. Az Erkélyből Páholy címet viselő mozgalmat a pandémiás időszakra találta ki a színház. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez alapon. Több kisebb csoportban indultak el a színészek az ország különböző pontjaira, saját készítésű előadásaikkal. A tolnaiak egy abszurd történetekből álló, az álom téma köré épített előadást láthattak. Először az volt a cél, ugye, hogy kimozduljunk kicsit, és hogy az Erkélyből Páholy, az Erkélyek alá kiállva mozdítsuk meg a nézőket, és picit kibillentsük őket is, és magunkat is ebből az állapotból, ebből a bezártságból, és még nagyon jól sikerült és igény volt rá, ezért elindult ez a város határain kívül is ez a kezdeményezés, és így jutottunk el más vidéki városokban. Nagyon-nagyon jó és nagyon felemelő, mert tulajdonképpen a kicsit a régi vándorszínész korszakot idézi vissza nekünk, és nagyon izgalmas volt ez mindig, hogy minden egyes előadást új helyszínen. Egy-egy ilyen produkció körülbelül 3-4 alkalmat élt meg, úgyhogy ezekkel jártuk a vidéket első körben Somogyban, és aztán a környező megyékben is. Karinti Slavomir Mrozseknek van egy szintén egy perces gyűjteménye, azokból válogattam, hogy nekem ez egy nagyon kedves anyag volt, mindenféle stílusból voltak ezekben a 12 előadásban, aztán tényleg a Commedia dell'arte-tól, a népmeséken keresztül, a zenés összeállításon át, és nekem egy személyes kis szívügyem volt, hogy szerettem volna ezekkel az abszurdokkal is foglalkozni egy picit, amik megidézik azt a furcsa világot, amikor az ember nem tudja, hogy éppen álmodik, vagy ez a valóság, vagy kicsit félálomba, azért is voltak ezek a különleges minkek, meg maszkok. Ezt a világot próbáltuk, ezt a milliót ezzel a kis mini előadással prezentálni a nézőknek. És az volt a cél, hogy viszonylag egyenlően mindenkinek legyen munkája, mindenki tudjon kicsit kimozdulni, és mindenkinek legyen feladata. Úgyhogy ez volt a fő szempont, hogy együtt, tényleg együtt, közösen, ugyanúgy a műszakkal, akik jönnek, és hát lehet is látni ott mögöttünk, éppen ők, nem látják, de én látom, hogy pakolnak, jönnek, tehát hogy próbáltuk a lehetőségekhez mérten, viszont a legprofibban megcsinálni az előadásokat hangosítással, minimális kis fénnyel, díszlettel, kellékekkel, úgyhogy valóban az egész színház megmozdult azért, hogy a színház mindenkihez eljuthasson. Szép napon Jók keletkezett a hídon. Mindkét város lakói egyetértettek abban, hogy a lyukat ki kell javítani. Vita csak a körül kerekedett, hogy melyik város tömje be a lyukat. Ugyanis mindegyik város fontosabbnak érezte magát a másiknál. Mivel a veszélyhelyzet véget ért, így a színház működése újra elindult. Eleinte be kellett tartani az óvintézkedéseket. A biztonsági távolság betartására viszont különleges dolgot találtak ki. Szerencsésen úgy alakult, hogy a pandémiás helyzet véget ért. Úgy már múlt héten szombaton nálunk a színházban volt rendes előadás is, rendesen nézőkkel, ami nagyon izgalmas volt, még akkor történt ez a kezdeményezés, amikor nem lehetett tudni, hogy pontosan ki, hogy mennyire jöhet be, kellem az, milyen távol kell ülni egymástól. Úgyhogy a színház nézőterén régi színészek és írók és nagy alkotók, Petőfitől Shakespeare-en át Darvas Iván, Kismanyi, Gobi Hilda fényképei voltak papírból a székekre felragasztva, és azok a székek, ahova nem ülhettek nézők, azok föl voltak öltöztetve, úgyhogy kamera előadást vittünk a nagy színpadra, ami azt jelenti, hogy 100-120 ember fért el, és attól nem lett félház érzet, hogy ezek a régi nagyművészek képei között ülhettek a nézők, ami nagyon izgalmas volt, mert kíváncsiak voltunk, hogy hogyan reagált, de nagyon szerették, sőt volt, ahol még kisebb belharc is kialakult, hogy ki melyik művész mellé szeretne ülni. Nagyon izgalmas volt, és nagyon, nagyon jó leső volt azt látni, hogy az emberek sokkal jobban vágynak a színházra és arra, hogy újra kultúrközegben legyenek, mint sem, hogy tartanának kettő és esetleg fönnállt volna annak a veszély, hogy nem jönnek el előadást nézni. Jönnek, holnap is van előadás, és mivel most már feloldották teljes mértékben ezt a kényszert, hogy nem 500 fő alatt ugye lehet rendezvényt szervezni belső térben is, ezért visszatér az előadás a kamaraszínpadra, ahol megint a régi körülmények között élvezhetik a nézők az előadásokat. A
kis házi nyúl mindjárt nagyon megtetszett, mikor a konyhában letették. Kedves buta kis feje, ilyet szemei és lágy sima szőre. A témát és a szöveget Mészáros Tibor színész rendező választotta és rakta össze, de szívesen fogadta az előadásban szereplő kollégák ötleteit is. Ezek a ambrózsák egypercesek nagyon jó és viszonylag könnyen tanulható anyagok, tehát azért szövegek között is nagyon sok különbség van, verses műfajra, ha gondolok, az például azért sokkal nehezebben tanulható, tehát ilyen szempontból nem volt probléma. Hát a Karinti, amit én az utoljára a végén mondtam, az egy meglehetősen hosszú szöveg volt, tehát ezzel megküzdöttem, de hát ez a mesterségem, úgyhogy ezek a feladataim. Először nem ez a dal volt, hanem a miénk, ez a cirkusz, aztán utána valahogy ennek a mondandója, a szövege jobban illett abba a koncepció által meghatározott előadásban, ami végül lett belőle, úgyhogy ennél a dalnál maradtunk, ez lett felosztva. És tulajdonképpen ez adta meg a gerincét az előadásnak. Mindenki másképp csinálja. Ja, mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.